Magyarok kenyere. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót a Karcag Televízió napi hírműsorának külön kiadását látják 2022. augusztus 8-án 18 óra 5 perckor. A Magyarok kenyere. 15 millió búzaszem program Jász-Nagykun-Szolnok megyei búzagyűjtőnap és búzaösszöntés ünnepségét Kunhegyesen tartották. A program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. A felajánlott búzából liszt készül, amely határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére kerül majd átadásra. A Magyar Örökség díjjal kitüntetett jótékonysági mozgalom megyénkben 2014-ben indult, és idén a megyei búzagyűjtő naphoz kötődő megyei ünnepének Kunhegyes és Jásztelek a házigazdája. Huba Imre Csaba, a NAK megyei elnöke köszöntőjében jelentős sikernek értékelte a Magyarok kenyere programot. Szülővárosom területét jól ismerve, Nagykunság közepén, meglehetősen nehéz körülmények között gazdálkodnak társaim, valamennyien, de komoly kitartás jelent a nemzeti összetartozás kapcsán. 104 tonna, 11 mázsa búzát gyűjtöttünk Jász-Nagykun-Szolnok megyébe, mivel kiemelkedően Kunhegyesen is komoly mennyiséget gyűjtöttek a gazdatársak. Ez a nemzeti összetartozás szimbóluma, annak jelképe, annak minden vonatkozású hagyományőrző és hagyományértékadó, értékátadó rendszerét jelenti valamennyiünk számára. Ez a nemzeti elkötelezettség nagyon komoly hagyományokra tekint vissza. 2022-ben sajnos egy hasonló nagy haszályt értünk meg. Igaz, hogy a technikai lehetőségek, a természeti erőforrások hatása, a föld mint megújuló természeti erőforrás, a víz, mint természeti erőforrás, megújuló természeti erőforrás, és az emberi munka, a szaktudás, a tudás az már annyit jelentett számunkra, hogy minimálisan túl tudtuk élni eddig ezt az esztendőt, valamennyi termést be tudtunk takarítani, 1863-ban semmit nem tudtunk betakarítani. Tehát most áll a dolog ilyen szempontból, és úgy gondolom, hogy jogos felvetésünk, kérésünk, hogy tulajdonképpen ebben az esztendőben, 2022-ben is mi ebben a térségben jogosan kérjük azt a felső vezetéstől, hogy segítsenek bennünket abban, hogy túléljük, hosszú távon megalapozzuk azt a vízgazdálkodási egységet, és túl tudjuk élni ezt a lehetőséget máskor is, hogy a Tisza szabályozása után a víz visszajuttatását meg tudjuk oldani. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a víz visszajuttatása ezen a helyen nagyon fontos, alapos tevékenységet igényel, és olyan központi forrásokat, amivel lehetővé tudjuk tenni a túlélésünket, illetve a vízgazdálkodás, a víz visszacsapódása ebben a térségben a csapadékviszonyokat helyre tudja állítani valamennyiünk számára. A mai napon szintén ebből a Magyarok kenyere programból kifolyólag bizonyítjuk azt a Nagykunságban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, hogy hűek vagyunk a társadalom minden tagjához, a jelenlegi kormányunkhoz, és azt szeretnénk elérni, hogy az eddigi tapasztalatok birtokában megfelelőképpen tudjuk magunkat képviselni, indirekt módon megkapjuk a lehetőséget, hiszen mi ismerjük a legjobban a saját körülményeinket, kiváló szakembereink vannak, akik ebben a dologban tudnak segíteni valamennyiünknek, hogy a tragédiákat, az elnéptelenülést megakadályozzuk. Mindenképpen szükséges az, hogy összefogjunk, az összetartozás napján ezt megerősítjük, és bizonyítjuk azt, hogy a itt élő népcsoport érdemes arra, alkalmas arra, hogy saját magának a dolgait megfelelőképpen képviselje, kezelje, és a közjavára tudja szolgáltatni. Mondta az elnök, majd a köszöntő után nagy sikert aratott a karcagi pusztai róka nomád hagyományőrző egyesület lovas bemutatója. Szabó András polgármester, a rendezvény házigazdája, a köszöntőjében arról szólt, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen ez az akció,
Az kell, hogy a gazdák adakozzanak. 12 éve még csak 10, tavaly 1100 tonna búzát adtak, amiből 100 ezer szegény családnak készült a kenyér. Komoly összefogás ez, ami a Kárpát-medencei gazdáknak azt jelenti, hogy ez követhető más területen is, fogalmazott a városvezető. Ahhoz, hogy sikeres legyen ez a rendezvény, meg ez a jótékonysági akció, ahhoz az kell, hogy a gazdák adakozzanak. 12 évvel ezelőtt még csak 10 tonna gabonát adományoztak, tavaly már 1100 tonnát, és ebből készül több mint 100 ezer szegény családnak a Kárpát-medencében a kenyér, tehát ez egy nagyon komoly összefogás a Kárpát-medencei gazdáknak, nekünk, mindenkinek. Ez a jótékonysági dolog, ez azt jelenti, hogy követhető más területen is. Én a mai napra mindenkinek kívánok jó szórakozást, mert nem csak a búzaöntés akció lesz, hanem kultúrműsorokkal is készültünk, a gazdák adományából pedig jó ebédet a kunsági ételek kiválóságaiból. Magyarország kormánya a józanész a racionalitás talpazatán állt eddig is. A mezőgazdaságot leginkább érintő, legnagyobb ez évi problémáról, kihívásról, amelyet az aszállyal tudunk jellemezni. És bizony ilyen szempontból a magyar és az európai mezőgazdaság is egy különleges, régen nem látott, régóta nem tapasztalt helyzetben van. Sőt, a kicsit visszább lépek, egész Európa és egész Magyarország egy régen nem tapasztalt, különleges helyzetben van. Az elmúlt időszakban azt gondolom, hogy aki az agráriumban dolgozik, aki velünk együtt követte, legalábbis, ha nem is gazdálkodóként, de követte a mezőgazdaságból élők, a gazdálkodók, a hazai agrárium életét, mindennapjait, akkor egy olyan kiszámítható, biztonságos fejlődés láthatott az elmúlt időszakban, amely gyarapodást, előrelépést, fejlődést jelentett a teljes magyar agráriumban. Gazdálkodók, kamara, magosz, kormányzat vált-vált vetve, készfogással együtt működve tette a dolgát, védte a magyar földet, védte a magyar gazdákat, adott lehetőséget mindenkinek a fejlődésre. Haladtunk és mentünk előre. És bizony, ez a magyar mezőgazdaság, ez, amely oly mélyen, oly szervesen integrált ma már az európai, vagy éppen a világ mezőgazdaságába, kicsit talán meglepetésként is ért bennünket, ami talán valahol a Covid-dal kezdődött, hogy bizony, amikor a hatékonyság, a versenyképesség kulcsszavait szoktuk mondani, akkor ez mind-mind kicsit összefügg azzal, hogy mi is részei vagyunk annak a nagy-nagy globális ellátási láncnak, amikor az input anyagokat nagyon gyakran külföldről vesztük, a gabonánkat külföldön adjuk el, és bizony mind, és lényegében az eredményességünk, a hatékonyságunk nagyon gyakran azon múlik, hogy ebben a munkában hogyan is miképpen tudtuk beépülni. És most, amikor Európa gazdasága egy rendkívül furcsa útra lépett, részben a háború által kényszerítve, részben pedig az egyébként is már előidézett energiaválság okán, és megfordul a világ most körülöttünk, akkor különösen fontos azt tudni, hogy mi a magyar agráriumban építünk az elmúlt évtized eredményére, és a magyar gazdálkodók háta mögött azok az eredmények, az a munka van, amely most is ennek az időszaknak az átvészelésében segítenek bennünket. Dr. Szapáry György nagykövet, a NAP díszvendéke, az összetartozás fontosságát hangsúlyozta a jelenlévők előtt. Nagyon nemes cselekedet az, amit a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében felvállalnak Magyarországról és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről a gazdálkodók. Segítő szervezetek, akik búzájukkal több ezer magyar gyermek és család mindennapi kenyeréhez járulnak hozzá. Összeöntés, összetartozás, összefogás, rokon szavak.
Tulajdonképpen ma az összetartozást és az összefogást ünnepeljük. Egy ilyen gyönyörű hagyománnyal, mint a különböző tájakról ide begyűjtött búza összeöntésével. Összetartozunk, és az összefogás ma különösen fontos, itthon az asszály sújtja a gazdákat, a szomszédban gyilkos háború dúl. Ha veszély fenyeget, mi magyarok mindig összefognak. Így volt az 1849-ben, 1956-ban, és akkor is, mikor az olimpikonjainknak szurkolunk. Az összetartozás bölcsője a vidék, ahol a búza terem, ahol a szántók lágy ölelése, az erdők dacossága, a folyó kiszámíthatatlan kedélye fonja szorosan az embereket. Kavisánszki Csongor János kunhegyesi tanuló Szilágyi Domokos Új kenyér című versét mondta el, majd Házi Margit Marianna, az ifjú gazdák Jász-Nagykun Szolnok megyei gazdakörének elnöke, Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős országos alelnöke, és Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke szólt a megjelent gazdákhoz. Az ország két legerősebb identitása, a Jász és a Kun identitás. Soha nem fogja hagyni, hogy rászorulók hiányt szenvedjenek, hogy emberek mindennapi kenyere ne kerülhessen az asztalra. Soha nem fogják hagyni, hogy éhezés legyen. Mindaddig adnak a sajátjukból, amíg erre módjuk és lehetőségük van. Az utolsó falatot is hajlandóak megfelezni. Fele barátaikkal, és mi jászok és kunok büszkék vagyunk arra, hogy ez tartott meg bennünket itt, több mint 800 éven át, az Alföld szívében, a Jászságban, a Nagykunságban és a Tiszazugban. Ez a fajta összetartozás élmény, ez mindig is fontos volt számunkra, hiszen enélkül mi is éhen haltunk volna. Mindig is nehéz volt itt a megélhetés. De azt látom, hogy Magyarország kormányának hála, szintén egy összefogás készülődik most a gazdákért. Azokért, akik bár a rászorulókat mindenükkel támogatják, most talán ők szorulnak a leginkább a segítségre. Talán nincs másik ága a nemzetgazdaságnak, amely ekkora kitettségnek lenne kitéve, mint a mezőgazdaság. Talán nincs másik ága a nemzetgazdaságnak, amely ennyire fontos lenne a megélhetésünk, mindenki megélhetése szempontjából. Az ellátás biztonsága, az élelmiszerrel és a tiszta, egészséges ivóvízzel való mindennapi ellátás biztonsága veszélybe került. Ezért olyan lépésekre van szükség, amiket mi régóta sürgetünk, de talán most érett meg arra a helyzet, hogy az egész ország összefogjon, a jászkunsági gazdák és az alföldi, Békés megyei, Hajdú-Bihar megyei, Hevesi, Bács-Kiskun megyei, Csongrád-Csanád megyei gazdák megsegítése érdekében. Fogalmazott az elnök, majd a kunhegyesi Hajdina Citera zenekar és a Búzavirág népdalkör műsorának tapsolhattak a jelenlévők. Megyénkben 767 gazdálkodó csatlakozott a Magyarok Kenyere programhoz, 104 tonna búza adomány érkezett. A Nagykunságból 331 nagykunsági gazdálkodó adta le adományát, Kunhegyesre 100 adományozó. A megyei búza adományt a fogatokon elhelyezett búzával megtöltött zsákok jelképezték járásonként, ezt öntötték össze egy dézsába a járások képviselői. A búzát megszentelte Koltavári Attila katolikus plébános úr, megáldotta Nagy Kálmán református lelkész. Ezt követően elismeréseket adtak át a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program megyei támogatóinak kiemelkedő és önzetlen segítségnyújtásért, majd a Magyar Honvédség légierőzenekar Szolnok adott nagy sikerű koncertet. Jász-Nagykun Szolnok megyében hagyomány, hogy minden évben más megyei települések Magyarok Kenyere program házigazdái. 2023-ban Tiszafüred lesz a kenyér ünnep rendezője, így Madarasi Imre, a kunhegyesi gazdakör elnöke, a rendezés jogát jelképező péklapátot Újvári Imre tiszafüredi polgármester részére adta át, majd a tiszaőrsi csikósok bemutatójával ért véget az ünnep. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!